A Szociális Munka Napját gondozottak műsorszámaival és a dolgozókat elismerő oklevelek átadásával ünnepelték a megyeházán. A megyében található 15 szociális és gyermekvédelmi intézményben összesen 1106 fő szociális munkás dolgozik, akik a gondozottak számára a biztonságot, a figyelmet és sok esetben a családot is jelentik, hangzott el az ünnepségen. Minden év november 12-én rendezik meg a Szociális Munka Napját. Ebből az alkalomból 15 intézményünk részéről, intézményeként 3 főt javasoltak elismerő oklevél részesítésében. A kirendeltség, illetve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a legfontosabb feladatának a szociális szolgáltatások minőségének a javítását tűzte ki célul. Az igazgató hozzátette, a dolgozók és az ellátottak körülményeinek javítását is fontos szem előtt tartani a jövőben. Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a szociális dolgozók anyagi és erkölcsi elismertségén is erősíteni kell. Ez ugye, mint említettem, ez egy nagyon nehéz hivatás, tehát itt valóban azok az emberek tudnak itt hatékonyan és valóban úgy dolgozni, ahogy azt elvárja a társadalom, akik valóban elhivatottak ez iránt, a szakma iránt, és őket meg kell becsülnünk, természetesen ezt anyagilag is meg kell becsülnünk, és egyéb más módokon is. Igyekszünk azokon a feltételeken is javítani majd, és a kormány is igyekszik azokon a feltételeken javítani, hogy a szociális szférában dolgozóknak az elismertsége ebben a formában is megnyilvánuljon, és természetesen az erkölcsi oldalát is erősítenünk kell. A mai ünnep ezt pont ezt célozta meg. Az ünnepségen továbbá elhangzott, az egészségügyben és azon belül a szociális munka területén is egyre idősödnek a munkavállalók, ezért fontos a fiatalok számára elismerté és kellendővé tenni ezt a hivatást.